A fejfájásra ma már úgy tekintünk, mint egy természetes élettani folyamatra, amit mindenkinek időről időre el kell szenvednie. Bekapunk egy-két tablettát, aztán nem foglalkozunk vele. Pedig akinek heti rendszerességgel fáj a feje, annak már mindenképpen érdemes felkeresnie egy fejfájás ambulanciát. A fejfájás ugyanis nagyon sok betegségnek a kísérő tünete. Most. Igen. Most. Jó, ezt ugyanúgy meg lehet csinálni másik szemmel is, megcsináljuk? Igen, jó, akkor ez egy alapvizsgálat, igen, ugye? Másikat akarja. És ez az zárja ki, hogy a látásommal van-e összefüggésben a fejfájásom? Igen, tehát mondjuk egy ilyen vizsgálatnak a célja az nagyjából az, hogy kiderüljön, hogy van-e valami a fejem belül, ami nem odavaló. Mert a régi egyiptomiaktól maradt ránk olyan emlék, egy ilyen, az ami festmény volt, meg szobor is, hogy fejfájós ember, és hogy hogyan gyógyítják. Ők úgy gyógyították, hogy fogtak egy agyakrokodilt, annak a szájába gyógyhüveket tettek, azt meggyújtották, és ezt az agyakrokodilt ezt rákötözték a beteg, vagy a fejfájós embernek a fejére. Tehát ilyen ábrázolások maradtak, még Hippokratész leírt többféle fejfájást, már pedig az is nagyon régen volt. Tehát szerintem a fejfájás az nagyjából egyidős az emberiséggel. 20 éve már nagyon komolyan kutatják a fejfájás okait. Kiderült, hogy fejfájás nem a vérkeringési zavarok okozzák, és nem is anyag kopásos betegsége. Ez ugyanis egy önálló betegség, és az agyfájdalomérző rendszere működik rosszul. Most, hogyha nekem hetente kétszer fáj a fejem, és emiatt beveszek gyógyszereket, akkor előbb-utóbb már a gyógyszerek miatt hetente háromszor, aztán négyszer, aztán később esetleg minden nap fájni fog. Tehát szerintem heti egy fejfájás az már gyakorinak számíthat. A gyakori fejfájásban szenvedők közül többen lesznek depressziósok. A migrén például a nőknél háromszor gyakoribb, mint a férfiaknál. A fájdalom tipikusan visszatérő, lüktető, féloldalas és rohamszerűen jelentkezik. Hány inger, hányás fény és hangérzékenység kísérheti. A migrén és a fejfájások egy jelentős része olyan értelemben nem gyógyítható, hogy tehát végleg nem tudjuk megszüntetni. Ami a reális elvárás, és ami sikerül is a legtöbbször, az azt, hogy a migrént úgy tartsuk kordában, hogy sokkal ritkábban fájjon a fej az embernek, és hát hogy hogyan kezeljük a fájdalmat. Tehát egy migrén roham az 2-3 napig eltarthat. Megfelelő kezelés mellett az a migrén roham esetleg 1 vagy 2 órán belül megszűnik. Tehát nyilván nem kell ecsetelnem a különbséget, hogy mit rendez. Főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a migrén az a munkaképes korúakat sújtja. Tehát fiatal nőkben a leggyakoribb, de Németországban minden negyedik fiatal nő az migrénes. A szakember szerint, ha sikerülne azt elérni, hogy az emberek rendszeresen eleget aludjanak, rendszeresen mozogjanak, sportoljanak, és naponta 3-szor egyenek, akkor a fejfájások többsége elkerülhető lenne.